Újra köszöntelek benneteket, kedves másodikosok! Én Angyal Andor vagyok, a Szabadkai Svetozár Márkovics Gimnázium matematika tanára, és a mai órán folytatnánk a második osztályos tananyagot. A következő témakör tulajdonképpen a komplex számok lennének. Egy merőben új fogalom, ugye egy újabb számhalmazt fogunk a mai órán megtanulni, úgyhogy hát vágjunk bele. Tehát a komplex számok fogalmáról beszélünk a mai nap folyamán, illetve a komplex számok halmazáról. Úgyhogy kezdjünk egy kicsit ismételni, tehát nézzük át, hogy milyen számhalmazokról tanultatok eddig, illetve milyen számhalmazokat ismerünk. Ugye az első számhalmaz, amelyet megismertetek, az a természetes számok halmaza, ugye ezt N betűvel szokás jelölni. És utána tulajdonképpen hogyan is vezettük be, vezettétek be a számhalmazokat, főként itt talán a tavalyi első osztályos tananyagra gondolok. Ugyebár tudunk olyan egyszerű, viszonylag egyszerű egyenleteket felírni, amelyek a természetes számok halmazában nem megoldható egyenletek. Például ilyen az A plusz X egyenlő B, ugye ahol a és b valamilyen természetes szám, hát egy nagyon egyszerű egyenlet, 2 plusz x egyenlő 1. Természetesen ugye ezt a természetes számok halmazában nem tudjuk megoldani, hiszen nem létezik olyan természetes szám, amelyet ugye hozzáadva a kettőhöz egyet kapunk. Ezért ugye vezetjük be az egész számok halmazát, valójában kibővítjük a természetes számok halmazát, ugye a nullával és a negatív egész számokkal. De ugyanilyen problémába ütközünk az egész számok halmazának, halmazát vizsgálva is, ugyanis itt is fel tudunk írni olyan egyenletet, amely nem oldható meg ugye az egész számok halmazában. A szor x egyenlő b, mondjuk így általános esetben, ahol a és b valamilyen egész szám, és egy konkrét példa, itt is egyszerűt választottam, 2 x egyenlő 1. Hát itt is akárhogy gondolkodunk, ugye nem létezik olyan egész szám, amelyet kettővel szorozva egyet kapunk eredményül. Tehát itt ismételten ugye szükséges az egész számok bővítése, úgyhogy bevezetjük a racionális számokat. A racionális számok halmazát ugye Q betűvel jelöljük. Tehát valójában ugye tudjuk, hogy a racionális számokat úgy kapjuk, hogy tulajdonképpen két egész szám hányadosaként írhatjuk fel őket. De ugyanez a helyzet ö, probléma adódik tulajdonképpen a Q-halmazban, mert itt is fel tudunk írni olyan ö, egyenleteket, amelyeket nem tudunk megoldani a Q-halmazban, tehát nincs például olyan racionális szám, amelynek a négyzete egyenlő mondjuk kettővel. És akkor itt már rögtön, ugye látjátok a következő példát, ugye ha általános esetben akarok egy ilyen egyenletet mondani, x négyzet egyenlő a, ahol a egy racionális szám, és akkor a lehető legegyszerűbb mondjuk x négyzet egyenlő kettő. Hát ugye itt gondolkodunk, gondolkodunk, de nincs olyan ö, racionális szám, amelynek a négyzete pontosan kettővel egyenlő, és akkor ugye bár esedékes, hogy itt is bővíteni kell ugye, a Q halmazt, és így kapjuk meg a valós számok halmazát. Tulajdonképpen pontosabban azt mondanánk, hogy a Q halmazt kiegészítjük, nem helyes, ha azt mondjuk, hogy bővítjük, mert ugye bár ha kiegészítjük az irracionális számok halmazával, akkor ugye a racionális és az irracionális számok halmazát össze vonva kapjuk a valós számok halmazát. Jó. Tehát valójában így jutottunk el a valós számok halmazához. És a mai órán pedig megpróbáljuk, megpróbálunk még egy lépést haladni tovább, azaz kibővítjük a valós számok halmazát is. Tehát amit, amit, ugye elmondtam az imént is, ugye az első a természetes számok halmaza, azt bővítettük az egész számok halmazára, azt bővítettük a Q halmazra, vagyis a racionális számok halmazára, és a racionális számok halmazát kiegészítettük, tehát nem bővítettük, hanem kiegészítettük az I betűvel jelölt irracionális számokkal, azaz a kettő uniója, együtt adja a valós számok halmazát. Természetesen Q és I metszete az üres halmaz, tehát ami racionális, az nem irracionális, is fordítva. Tehát akkor a feladatunk, hogy megvizsgáljunk szintén valamilyen egyenleteket, amelyeket nem lehet megoldani a valós számok halmazában. De nézzük csak, milyen egyenletekről is van szó. Az első x négyzet plusz egy egyenlő 0, az x négyzet egyenlő mínusz 1. Egy. Tehát olyan számot keresünk, amelynek a négyzete mínusz 1. Ugyanúgy a második példában olyan számot keresünk, amelynek a négyzete mínusz 4, a harmadik példában pedig olyan számot keresünk, ugye valós számot, amelynek a négyzete mínusz 5. Azonban mi nagyon jól tudjuk, hogy a valós számok halmazában bármilyen valós számra teljesül, hogy annak négyzete nem negatív azaz bármilyen x valós számról is beszélünk, azt négyzetre emeljük, akkor nullát vagy pozitív számot kell kapni. Vagyis ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeknek az egyenletéknek nem létezik megoldása a valós számok halmazában. Márpedig, ha tudunk olyan egyenleteket felírni, ugye a valós számok halmazában, amelyeknek nincs megoldása a valós számok halmazában, akkor esedékes szintén egy halmaz bővítés, tehát egy új számhalmazról lesz majd itt szó. Nézzük akkor, tehát a mai kérdésünk, hogyan bővíthetnénk az R halmazt, ugye valós számok halmazát, hogy ebben a kibővített halmazban az adott egyenleteknek is legyen megoldásuk. Na és akkor itt jön a mai óra egyik legfurcsább mondata, Amire általában minden diák felkapja a fejét, amikor erről a, ezen az órán, ennél az óránál tartunk, az pedig így hangzik. Hát egyszerűen bevezetünk egy olyan elképzelt számot, amelynek a négyzete mínusz egy. Ezt az elképzelt számot I betűvel fogjuk jelölni, és imaginárius vagy képzetes egységnek nevezzük. Na most, ha ezt az i számot bevezetjük, és azt mondjuk, hogy ez egy olyan szám, amelynek a négyzete egyenlő mínusz egyjel, akkor tulajdonképpen már tovább is léphetünk. Tehát, hogyha ezt a lépést megtesszük, azaz veszünk egy olyan i számot, amelynek a négyzete mínusz egy, és tessék nagyon jól megjegyezni, ez eddig a legfontosabb dolog, újdonság, ami elhangzik ezen a mai órán. Úgyhogy lépjünk akkor tovább, visszatérünk azokhoz az előző egyenletekhez, és megpróbáljuk ezt alkalmazni. Ez ugye első hallásra talán egy picit furának tűnik, de valójában ez az i jelölés, ez ugyanolyan, mint mondjuk a pi. Tehát egy hasonló jelölésmódot alkalmazunk. Tehát egyszerűen azt mondjuk, hogy az i az egy olyan szám, amelynek a négyzete mínusz 1. Na most, ha megvizsgáljuk az előző egyenleteket, akkor már meg is tudjuk őket oldani. Tehát ha azt mondtuk, hogy az i egy olyan szám, amelynek a négyzete mínusz 1, hát nálunk az első egyenlet pont úgy nézett ki, x négyzet egyenlő mínusz 1. De ugye nagyon jól tudjuk, ha valamit négyzetre emelünk, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy az pozitív vagy negatív, tehát ugyanúgy az eredmény az egyforma lesz. Tehát azt mondjuk ennél az első egyenletnél, hogy két megoldása van az egyenletnek, az egyik a plusz a másik pedig a mínusz i. Ugyanezt a gondolatmenetet folytatva a másodiknál, csak ott egy picit. Hosszabb a levezetés, hogyha pontosan erre szeretnék visszatérni, hogy egy olyan számmal dolgozunk, amelynek a négyzete mínusz 1, akkor ezt az első egyenletet, tehát x négyzet egyenlő mínusz 4, négy, leosztjuk négyjel, tehát bal oldalt, jobb oldalt egyaránt, akkor a baloldal x négyzet per 4, négy, a jobb oldal mínusz 1, és akkor ez az x négyzet per 4, négy, ez felírható úgy, hogy x per 2 a négyzeten. És akkor nézzétek meg, megint ö, oda jutottunk, hogy valaminek a négyzete egyenlő mínusz egyel. Hát akkor mi ez a valami? Ez a valami nem más, mint a plusz mínusz i, ahogy az első egyenletnél ugye el is mondtuk. Tehát egy picit mondjuk úgy egyszerűbb egyenletről beszéltünk ott a az előző esetben. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha visszaszorzom az egyenletet, beszorzom ugye kettővel, akkor x egyenlő plusz-minusz 2 i. Tehát akkor eddig már ö, van négy, illetve három új számunk, ugye az i-t bevezettük, ö, megkaptuk a minusz i-t, megkaptuk a plusz 2 i-t, és a mínusz 2 i-t. Ne felejtsük el, hogy azt mondtuk, hogy az i az az imaginárius vagy képzetes egység, tehát ha azt mondom, hogy egység, akkor tulajdonképpen annak segítségével képezem az összes többi új számot. És végül a harmadik egyenlet, hasonló gondolatmenetet alkalmazok, mint a másodiknál, itt öttel osztom az egyenletet, x négyzet per 5 egyenlő mínusz 1, azaz a baloldalt felírhatom úgy, hogy x per gyököt a négyzeten, azaz megint csak, azt kapom, hogy valaminek a négyzete, mínusz 1, és az a valami, mi, hát amit elmondtunk, a plusz i és a mínusz i. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha beszorzom az egyenletemet gyököttel, akkor megkapom, hogy a keresét, ugye x az plusz-minusz i 5. Itt most valójában fordítottam a sorrenden, és ugye az i-t írtam előre. Ezt általában azért szokás így írni, hogy nehogy véletlen ugye az i betű becsusszanjon a gyökjel alá. Úgyhogy általában ugye a tankönyvekben is, amikor ugye ez a szám, amivel szorozzuk, valós szám, amivel szorozzuk az imaginárius egységet, vagy képzetes egységet, az ugye bár ha gyökös, tehát gyököd, gyök kettő, gyök három, és így tovább, akkor az i, a képzetes egység mindig előtte írandó le. Tehát akkor imaginárius vagy képzetes számokat kaptunk itt, ugye az i az imaginárius vagy képzetes egység, és annak segítségével kaptunk itt imaginárius vagy képzetes számokat. Hogyan beszoroztuk egy-egy valós számmal, tulajdonképpen ezt az imaginárius vagy képzetes egységet. Tehát akkor az imaginárius vagy képzetes egységek, képzetes számok halmaza így írható fel, minden a i alakú szám, ahol ugye az a valós szám, és emellett teljesül az, hogy i-nek a négyzete egyenlő mínusz egyel, tehát valójában ezzel azt mondjuk, hogy az i az a képzetes egység. Tehát akkor eddig Ugye definiáltuk, elmondtuk, hogy mik is azok a képzetes vagy imaginárius számok. Tudjuk, hogy mik a valós számok. És akkor most fogjuk a kettőt összevonni, összevegyíteni, és úgy kapjuk meg a komplex számokat. Ugye azt mondom, hogy a valósat összeadom a képzetessel, kapok valami komplex dolgot. Tehát ez lenne akkor a komplex szám. És a definíció nagyon egyszerű, tehát komplex számnak nevezzük az x plusz yi alakú kifejezést, ahol x és y valamilyen valós számok, illetve a szokásos imaginárius egység az i, azaz i négyzet egyenlő mínusz 1. Tehát akkor ugye miből áll a komplex szám? Két részből. Ugye van nekünk itt egy valós rész, azaz x, és van nekünk egy y, az pedig a képzetes szám, azaz egy imaginárius szám. És akkor ugye mivel a címben említettem, hogy a komplex számok halmazát is fogjuk definiálni, most érkeztünk el ahhoz pillanathoz, hogy felírjuk a következő új számhalmazt, a komplex számok halmazát, C betűvel szokás jelölni, és akkor ide tartozik minden olyan X plusz Y I alakú kifejezés, azaz minden olyan komplex szám, ugyebár ahol X, Y valós, illetve I négyzet egyenlő mínusz egy, vagyis I az imaginárius egység. Tehát akkor ezzel bevezettünk egy teljesen új számhalmazt, ugye komplex számok halmazát. Jó, nézzük akkor, hogy milyen dolgokat kell itt letisztázni. Hát elsősorban azért nézzünk meg néhány példát, ugye konkrét számok, konkrét komplex számok esetén. Ugye például 4 plusz 3i, vagy 2 harmad mínusz 13i, vagy mínusz 3, mínusz 15, 17 i, gyök 5, mínusz 1, 5 i, és az utolsó példa, amit itt feltüntettem, mínusz 2 plusz i gyököt, ugye a gyökös résznél általában ugye az i szokás előre írni. Ugye ez azt jelenti, hogy például, ha nézem ezt az utolsó komplex számot, mínusz 2 ugye az x érték, és gyök 2 plusz gyök 2 az y érték, ha viszont ezt nézem, akkor az x az mínusz 3, illetve az y valós szám az a mínusz 15-17. És akkor a mínusz 3 az a valós szám, a mínusz 15-17-i pedig az imaginárius vagy képzetes szám, a kettő együtt, tehát a kettő összege egy komplex szám. Tehát akkor, amit fontos megjegyezni, ha van egy komplex számunk, amit általában ugye z betűvel szokás jelölni, z egyenlő x plusz y, i, akkor a komplex szám valós része, amit re z-ként szokás jelölni, ugye az az x, míg a komplex szám imaginárius vagy képzetes része, az pedig az y, Uh, amit imzként szokás jelölni, ugye az im rövidítés az imaginárius szóból uh, jön, a re rövidítés pedig a valós, vagyis reális szóból uh, jön. Oké, okay. és akkor ugye van nekünk uh, egy fontos uh, követelményünk, hogy bővítettük mi ezt a valós uh, számok halmazát, hát ugye ezt nagyon könnyű megmagyarázni, ha például azt mondom, hogy az uh, y, nulla, akkor ugye az z komplex szám az x plusz nulla szor i, azaz ugye ez a rész kiesik, már mintha ugye megszorzom nullával, a bármely számot szorzok nullával, az nulla, és marad egy valós szám, az az x. Tehát ez azt jelenti, hogy bármely valós szám egyben egy komplex szám is. Vagyis mondhatjuk, hogy a valós számok halmaza, az részhalmaza a komplex számok halmazának. Hát nagyszerű, akkor ezzel ö, készen is vagyunk, bevezettük az új számhalmazt, komplex számok halmazát, kibővítettük tulajdonképpen a mi valós számunk, valós számhalmazunkat, és már ugye azokat az első egyenleteket is meg tudjuk oldani. És akkor néhány fontos fogalom ö, a végére. Ugye az egyik fontos fogalom, hogy mikor egyenlő két komplex szám. Ugye, ha van egy Z1 és egy Z2 komplex számunk, ugye a Z1 az X1 plusz Y1 i, I a Z2 pedig X2 plusz Y2 i. Hát ugye, Z1 egyenlő Z2-vel akkor és csak is akkor, hogyha a valós részeik megegyeznek, tehát egyenlőek, és egyidejűleg a ö, képzetes, vagyis imaginárius részeik is megegyeznek. Ez egy fontos dolog, tehát ezt nem szabad elfelejteni, bizonyos feladatokban szükségünk van erre a tényre. A következő fogalom, amit érdemes tudni, a Z komplex szám konjugált komplex párja, vagy csak egyszerűen mondva konjugáltja, az annyit jelent, hogy megváltoztatjuk az Y előjelét. A jelölés csupán annyi, hogy a Z betű fölé egy ilyen kis vonalat húzunk, az azt jelenti, hogy a z-komplex szám konyugáltját írom le, azaz konjugált komplex párját x-y-i. Tehát a valós részt nem bántom, hanem csak a képzetes, vagyis az imaginárius rész előjelét változtatom meg. Tehát ha volt 4 plusz 3i, a konyugáltja 4-3i. Ha van például minusz 5i plusz 2i vagyis mínusz 5 plusz 2i, akkor ugye az mínusz 5 mínusz 2i a konyugáltja. Jó, és akkor az i komplex szám abszolút értéke, vagy modulusa, ez tulajdonképpen egy valós szám, meg is fogom magyarázni mindjárt, hogy konkrétan mi is. Abszolút érték, tehát akkor úgy jelöljük, mint a valós számok halmazában az abszolút értéket és négyzetgyök alatt a valós rész négyzetét össze kell adni a képzetes rész négyzetével, és ugye bár ennek az összegnek a négyzetgyöke lesz az a valós szám, amit a komplex szám abszolút értékének vagy modulusának nevezünk. Tehát nagyon fontos, hogy itt mindig összeadom a valós és képzetes részek négyzeteit, tehát itt véletlen sem kaphatok ugye, bár negatív számot, úgyhogy ha negatív, ugye a valamelyik része a komplex számnak, akkor azt négyzetre emelve pozitívat kapunk. Jó, hát ezek azok a fontos fogalmak, amelyeket így ö, tudni illik a komplex számról, ugye az egyik, hogy mikor egyenlőek, a másik, hogy ö, mit nevezünk a komplex szám konyugáltjának, meg fogjátok látni a feladatoknál, hogy ez miért is olyan fontos, és a modulós szintén egy harmadik dolog, amit tudni kell. Végül, amivel pedig zárom a mai órát, az ö, egy rövid... Ö, rövid kis rész, amelyben megmutatom, hogy hogyan is szokás ábrázolni a komplex számokat. Hát a Gauss-féle komplex számsíkon. Lényegében nagyon hasonlít egy derékszögő, tehát Descartes-féle derékszögű koordinátarendszerre. Az a különbség, hogy a vízszintes tengelyen lesznek a valós számok, tehát ezért RE a jelölés, ugye nem X, a másik függőleges tengelyen pedig a képzetes számok, vagy imaginárius számok, im a rövidítés, és akkor látjátok i2-i, 3-i, 4 illetve a valós tengely alatt minusz -i, -i, -i. Gyorsan megjegyzem, csak záruljál be, hogy bizonyos tankönyvekben nem írják ki az egységet. Tehát ö, ö, találkozhatunk olyan komplex számsíkkal, ahol a függőleges tengelyen csak 1, 2, 3, 4, illetve mínusz 1, mínusz 2, tehát csak az egység nélkül szerepelnek ugye a számok, ez nem egyértelmű, úgyhogy én most ezt választottam, tehát i2i, 3i, 4i, úgyhogy nézzünk egy példát szerintem. Azt mondja 4 plusz 3i, tehát a valós része 4, képzetes része 3. Tehát a valós tengén a 4-et választom, a képzetes részen pedig ugye a 3i, és akkor ennek a kettőnek az összege adja az z-komplex e számot. És akkor említettem, hogy a modulust és a konyugátját is majd megmagyarázom, megmutatom egy picit másképpen. Hát ugye a konyugátja ennek a 4 3i, tehát változtatom a plusz 3 előjelét, tehát mínusz 3 lesz, és akkor a konyugát valós része 4, az imaginárius része mínusz 3, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a, az eredeti komplex számmal kapunk egy megkapjuk a konyugátját, ami tulajdonképpen ö, szimetrikus a valós tengelyre nézve. És az utolsó dolog, ugye az nem más, mint a modulus. Ugye a modulusra azt mondtuk, hogy hogyan kapjuk meg. Tehát négyzet gyök alatt összeadom a valós és a képzetes rész négyzetét. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy négy a négyzeten plusz három a négyzeten, gyököt vonok, pontosan ötöt kapok, és tulajdonképpen ez nem más, mint a komplex szám távolsága az origótól mivel ugye négyzetre emelem a valós és képzetes részt is, ha a konyugáltnak az abszolút értékét, illetve modulusát nézem, ott is valójában négyzetre emelem a négyet és a mínusz háromat, ugyanúgy összeadom, gyököt vonok, ötöt kapok, tehát ez azt jelenti, hogy a konyugáltja is pontosan öt egységnyi távolságra található az origótól. Tehát ezt nevezzük akkor Gauss-féle komplex számsíknak, függőleges tengely az imaginárius vagy képzetes tengely, a vízszintes tengely a valós tengely, és így ezekből alkotjuk meg, így módon ábrázolhatjuk a komplex számokat. És akkor ezzel én meg is köszönöm a figyelmet, a mai órát én lezárom, és ennyit egyenlőre a komplex számokról, Úgyhogy a következő órán folytatjuk az alapműveletekkel. Köszönöm a figyelmet, még egyszer további jó munkát, jó tanulást!